No. Minden kedves utólag YouTube-ról néző embernek. Sziasztok! Szia Attila! Itt az idő, hogy csináljunk itt valamit ezzel. A múltkor már kicsit sok volt. Úgyhogy ezért nem is a Throne Watchers-nek fogunk most neki menni párszor. Kiöltözve, rajtam van egy póló. Kiöltözve. Ugyanúgy alsógatyába ülök itt igénytelenül. Szóval itt vagyunk a DLC-be. És hát megpróbáltam felvenni ezt a paraszt páncélzatot, de mert ez ad nekem ADP-t, de én úgy éreztem, hogy nem segít. Úgyhogy visszaöltözök. 71,1. Jaj, de kár, pedig Velstat csapja, az több menő. Na mindegy. Akkor marad az alom. Hű de. Francba. Na mindegy. Csak 720-ban van. Hát az a helyzet, hogy örülök, hogy egyáltalán ennyiben tudom küldeni a csodálatos internetemmel. Nem tudod lejjebb venni. Ja, azt meg nem tudom, hogy hogyan lehet más fajtában küldeni. Egyféle formátumban. Eszi a teló a netet. Hát ez előfordul. Hello. Mö. Áú. Igen, szóval... Áú. Itt is biztos, hogy el leszek egy darabig. Csak meg kell tanulnom jókor dodgeolni. És akkor meg lesz. Csak egyelőre nincs meg ez a jókor megtanult dodgeolás. Mert összesen háromszor jártam nála. Mármint így ezzel az összeállítással. Jó lesz ez, csak párszor neki kell mennem. És itt nincsenek ketten. Itt tényleg csak azon múlik, hogy jókor nyomjon meg a dodge gombot. A rohadt rondba cseresznél még megnyomom jókor a dodge gombot, attól még a másik megbaszhat. Attól, hogy az egyik elől elgurulok. Úgyhogy nem tudom, meglátjuk, hogy fog menni. Pik-pak. Au. Ahogyni. Lugy. Az. Szaladjál el, vagy valami? Menjél izélni. Oké. Okay. Pick. Pak. Au. Jaj, most halok meg, mi? Nem? Parázsoljál. Pick, pak. Parázsoljál. Ó, micsoda izé, teleportálós, visszahúzós grebatak volt ez. Figyeltétek? Belehúzott a szájába. Egy. Blup. Pecsába. Az hitbox volt. Na, de én azért látom a reményt, tehát, hogy így... Így, Szépen sikerült pár ütés dodzsolni, úgyhogy ha így jól ráérzek, akkor ennek halnia kell. Dante Dino, köszi szépen a followt, és üdv a streamen. Tidip, tidip.
Pillanat, le kell állítanom a hangokat a gépen, mert pittyik a Discordom. Így. Meg úgy. Meg úgy. Na. Ez a páncél legalább arra jó, ha másra nem, hogy egy ütést kibírok, ha tele van az életem. És mivel ez a boss, ez nem olyan boss, aki lekombóz, ezért ez elég hasznos tud lenni, hogyha kibírok egy ütést. Azt a robbantást viszont nem kérem. Nem látok. Ugh! Aha. El kéne szaladnod. Ó, de rossz helyre mentél. Ó, de jó helyen robbangatsz. Aha. Öh. Na ez rossz kor volt. Ó, másik karjára, másik kezére ütött. A picsába. Köszi. Köszi, köszi. Próbálkozzunk, próbálkozzunk. Hát igazából szerintem csak azért nem ért hozzá, mert szarik bele. Leginkább. Ha kicsit foglalkozna azzal, amit csinál, akkor egy kicsit más lenne a helyzet. Ez a régi DS3-as videóin látszik a legjobban, mert ott nem kell, ott nem csetel meg donétel, hanem ott a játékra koncentrált, és ott csak egyedül. Esetleg Jani segített neki, hogy mi merre, vagy mit tudom én, utána olvasott, hogy ilyenek. De ott tényleg arról volt szó, hogy a játékra ment a koncentrálás. Az a kevés, amit ráfordított, az oda ment, és nem volt megosztva. Már megint megharapott, bazzeg. Sziasztok! Csúnya dolog a grabatak, csak mondom. Mr. Sisa... Ó, oh, áll. Ez sem szép. Nem. Pick-pack. Ugh. Na, ez is elvileg egy grabatak lett volna. Még nagyon-nagyon rá kell érezni erre a dodge-ra itt. Nincs hitbox, meg hogy a ki, illetve a kipulz nem csinál semmit. Hát jó, persze. Tudod, milyen ez. Mindig a játékot kell szarozni. Mindig a játék szar, sose az, aki csinálja. Igen, elkezdődött az ajális ajális. Mi? Faszom, anális, majális. Beszélni is tudok. Lassan meg kell lennem majd egy embert, mert nem fogom kibírni azt az együttést, amit ki kell bírnom. Figyelj, Attila, streamelni bárki tud, nem? Látod, én is streamelek. Aztán milyen igénytelen content, nem is content. Nézd már meg. Hopp, ez robban. Áú. Szemét! Most föl se álltam még. Áh. Kicsit állítok a kamera fókuszon.
távolira. De hát én olyat hogy tudok csinálni? Ha elmondod, hogy hogyan csináljam, akkor megcsinálom. Ez egy PlayStation 4 kamera. És PlayStation 4-ről streamelek. De nagyon szívesen állítok rajta bármit. Hogyha meg tudod nekem mondani, hogy hogyan legyen jobb képe a kamerámnak, én abban a pillanatban átállítom. Jó napot! Az se volt rossz hitbox. Jó, akkor most már kell ezem. Most már kell az effigy. Nem élem túl az ütést. Azt mondja, de 3-4 tekerem a lencsét. Hát és nem tudom, hogy ezt lehet-e tekerni. Ez nem mozog. Ezt egyáltalán nem lehet mozgatni. Harmadik pipi meg DS3 azik. Annyit tudok csinálni esetleg, hogy ezt így belehúzom az arcomba. De még is homályos lesz, csak több látszik a fejemből, vagy én nem tudom. Humán effigy. Nem tudok közelebb ülni sajnos. Már így is félig az asztal alá belógok. Itt van egy járóka, itt van egy számítógép, itt van egy szivacs, egy babzsák, meg egy asztal. Tehát, hogy így próbálok helyezkedni. Megöli a szememet? Nem mondanám, hogy sokkal közelebb ültem volna a tévémhez. Tehát így előre csúsztam 20 centit. Ki mi lenne, kibasztám a felesleget? Hát... Nem lenne hasznos. Mi, olyan érzést, hogy meg akarnak csókolni? Én azt hittem, hogy ez a terved. Tehát, hogy ezért akarod, hogy ilyen éles legyen az arcom, hogy minél jobb legyen. Áú! Szar dolog, mikor nem lát semmit. Nem, és miért ezt csinálta a té paraszt? Demon Souls. Demon Souls. Jó is volt az. Martinnál segít Martinnak bébézni? Mi? Azt tudom, hogy a bébi a Bloodban, hogy csak gondoltam. Csak ki ez a Martin, meg ki ez a Pisti? Mondjuk melyik Pisti? Van egy pár. Ajaj, Áva! Hogyan győzzelek le téged? Üve vagy Áva? Ez mondjuk jó. Ó, ez befelé kellene ilyenkor, nem? Nyomi modim. The Martin Stark. Azt nem tudom, ki az. Megesz engem ez a szisza. Szóljatok hozzá.
Egy nió kazsul. Hát aki a nióval kezd, és azt végigviszi, annak egy kicsit könnyebb a Dark Souls, meg a Bloodborne, meg a többi hasonló. Haj, macka! Hogy csináljam, hogy te úgy támadjál, hogy nekem tetszik? Kurva élet. Én meg Fighter PL között? Egy szinten, de hogy vagyunk egy szinten? Sokkal bénebb vagyok. Nézzék, bazzeg, Soul Level 1-en se tudok játszani. Most az, hogy ököllel játszok, az így kb. Nem jelent semmit. Azt nézd, hogy hányszor talál el a... Tehát, hogy hányszor próbál megütni, és ez hányszor sikeres, és hányszor nem sikeres. Ebből látszik, hogy mennyire megy nekem a játék, meg mennyire nem. Vannak olyan kemény arcok. Simán lenyomják no hitre. Micsoda? Hát ez hihető volt. Au. És beütöttem a seggébe. Ez milyen már? Elképesztő amúgy, hogy mekkorát. Milyen hitboxa van ennek a megfordulós támadásnak? De valahogy azt kéne csinálni amúgy, hogy így bejutni alá. Ó, jaj. Hát ez el fog kapni szerintem, vagy nem? Nem, mert ez körbefelé csinálja? Lehet. Oké. Okay. Kurva élet. Fixen mellé ütött és adta be a hitet. Jó van Attila. Menjél játszál. Később is itt leszek szerintem. Vagy maximum, maximum lehet visszamegyek a trónvadsereghez. Szia Bence. Igazából azért akarom csak ezt a macskát megölni, mert van mögötte, vagyis hát nem mögötte van, hanem ha megölöm, akkor el lehet takarítani a jeget, és ha eltakarítom a jeget, akkor van egy olyan láda, amiben van még 2 darab bright bug. De hogyha nagyon nem megy, akkor leszarom azt a 2 darab bright bugot, és folytatom tovább a Throne Watchers-t úgy, hogy van 6 darab bright bugom. És akkor megpróbálom nem elbaszni most a mentésemet. Ó, az jó lesz, azt csinálhatod. Jó, azt gondoltam, hogy megeszel. Ó, ne, rossz irány! Pedig az olyan jól indult most. Bafasz. Másik irányból vártam a kezét. Jó. Akkor jó vagy hasznos információ, hogy amikor csinálja a jégkristályait, akkor be lehet állni alá ütni. Illetve azt eddig is tudtam, hogy amikor varázsol, tehát csinálja a lövő varázslatokat, hogy akkor is mögé kell szaladni, és akkor a hátrafelé nem tud lőni vele. De sose próbáltam bemenni alá, miközben ilyen jeges kristályokat varázsolt a föld alól.
Lehet, hogy nem is dodzsolnom kéne, hanem szaladni. Mit szólsz ehhez? Nem! Nem! Pont most volt szó ezekről a szarokról. Hagyd abba! Na, ha ilyen közel vagyok hozzád, akkor mit csinálsz? Azt most valahogy... Nem. Jaj, hagyjál már! Ott se voltam. Oké, ezt most sikerült kidodzsolni. De azt ne kérdezzétek, hogy hogyan. Ahogy se ez meg. Nem baj, legalább meggyógyulok. Így. Ne. Nem. Buzi. Ez az. Buzi vagy. Hagyd abba. Nézzük, mellé ütök. Oké. Okay. Aha. Úgy látom, hogy az működhet, hogy hátrafutok. Aha. Nem jó, hát el kell menni. Kár. Nem lettek még a Megatron vadcserek? Nem, még nem. Még nem sikerült. Jó, kezd kirajzolódni a Tactics. A futva ugrását ki tudom kerülni úgy, hogy én elkezdek hátrafelé sprintelni. És lehet, hogy ezt kellene csinálnom konkrétan. Hogy, mert gyakorlatilag bármit csinál, én azt hátrafelé sprinteléssel ki tudom kerülni. Csak itt a stamina menedzsmenttel van elég nagy probléma, mert ugye soul level 1, így nem sok staminám van. És hogyha elfogy a szaladástól a stamina, akkor nem tudok ütni. De én úgy érzem, hogy ez egy vállalható tactics, hogy elszaladok az ütés elől. Így. És akkor úgy ütök egyet, hogy nagyon közel vagyok. Na, de ilyet csak akkor szoktál csinálni, amikor mögötted vagyok, te szemét. Így. Üssi egyet, nagyot, vagy valami. Úgyis jó, addig meggyógyulok. Á, túl izé közel voltam, hogy elszaladjak, de most! Csak ehhez meg lehet, hogy nincs elég időm. Oh. Á, bukó! Dupla kombó. Szaladj el! Nem, ez magic. De menj már oda! Bázd meg a hülye pofájába elakadtam, ez hihető volt. Na ez meg kár volt, most ugrik rám. Picsába. Érted, szaladok, hogy oda menjek az oldalához, az meg így közben elnéz oldalra, és beleakadok a fejébe. Istenem. Paszki van. Szóval nem lett meg a Tron Watch-em, mert elbasztam a mentés fájlomat. És volt 17 bright bug, nincs 17 bright bug. Márpedig én azokat csak úgy fogom meggyilkolni, hogyha föl stócolom magam bright bugokkal, amiből egyébként véges számú van a játékban. És farmolni is csak úgy lehet, hogyha két bright bug között bosszokat gyilkolsz, ami annyira nem vicces. Főleg itt soul level 1-en, és csak DLC-ben lehet csinálni. Meg az anyát, pofán verlek! Uh-huh. Jel csak, ugor ide! Hát ez átfutott rajtam. Mit csinál? Mit csinálsz? Hülye vagy? Hogy? Na, gyere! Nem? Ott van Magic. Ide beállok.
Nem kell volna ilyen sokat ütni. Oké. Robbantás. Micsoda! Micsoda, hogy eddig elért! Ez hihető volt, bazzeng. Hát jó. Hát akkor jól van. A mindenhol, a mindenhová is elérő robbantás. Buzi ez. Ciao, nem lett. Nem lett, elmentem, elindultam a DLC-kbe brightbugokat gyűjteni. Melyik megy szarabbul? Áva vagy a vadcserek? A vadcserek. Ez sokkal jobban megy. Még ha ez nem is látszik. Itt próbálom elsajátítani a taktikszot. Ott még nincs taktikszom. Na, megfordultam, babasz. Ez mondjuk lehet, hogy kár volt. Oh, fuck you! Mi egymás után két ilyet is lenyomsz? Mekkora buzi vagy? Az a grab attack, az igazából még jump attack is. Nem akarsz valamit varázsolni? Dehogy nem. Úgy. Ide jövök és akkor hílelek egy nagyot. Jó? Nem. Nem ugorhatsz rám. Úgy. Közelharcban jók vagyunk. Közelharcban azt csinálsz, amit akarsz. Hopp. Na gyere, ugor ide. Hopp. Nem, túl nagyot ugrasz. Csalás. Csalás! Kurva élet. A kurva életbe. Úgy látszik, ez az elfutós taktika csak akkor működik, hogyha eleve messzebb vagyok tőle. Mert különben baj van. Meg lehet, hogy néha kettesével kéne innom az Estus-t. Mert akkor ugye instant feltöltődik. Onnantól kezdve, hogy bele tudok inni az Estus-ba. Ha rögtön kettőt iszok meg egyszerre, akkor ugye kétszer olyan gyorsan töltődik föl, és mivel nincsen túl sok életem, ezért ez egy majdnem instant feltöltődő dolgot jelent. Persze azért sokat számít az is, hogy... Menj be oda! Jó. Nem, már megint marázsol. Az a baj, hogy ennek nem igazán van semmi előjele, hogy most azért fut el, mert varázsolni fog, vagy azért fut el, mert rám akar ugrani. Nem ugorhatsz rám. Paraszt. Ó, picsába. Innen viszont elmehettem volna. Kár volt, majd... Jó. Ilyenkor odébb kell mennem még legalább egy métert. Hogy ez a hátraütős körkörös szarja, ezt ne találjon el. Messzebbre kell mennem hírelni. Vagy nem is kell elmennem hílelni, hanem abban a pillanatban, hogy kikerültem a támadást, mert nyomhatom is az Estus-t. Mert az is idő, azzal is időt veszítek, hogy megpróbálok odébb menni hílelni. És lehet, hogy addigra már felgyógyulnék. Ezt is megpróbálhatom. Effigy-t nem kell félteni, ugyanis van nálam... Mennyi? Hol vannak az asszetikeim? 14 asszetikem van.
Ez azt jelenti, hogy 70 darab effigy-t tudok felszedni a világból, ingyen és bérmentve. Minden egyes asszetikkel 5 darab human effigy-t. Úgyhogy harcolnom se kell senkivel kb. Úgyhogy az effigy-kkel nem kell szűkmarkúan bánni. Szerencsére. Oké. Szemét, hogy miért ugrott hátra? Bukó. Mondom, gyorsan odaszaladok, és akkor a karmolászást azt könnyű kikerülni. Amúgy tényleg elég könnyen ki lehet kerülni, amikor nem elszalad ugrani, hanem csak így egy helybe együtt egyet. Az egyik legkönnyebben kikerülhető move-ja. Egyébként, hogyha lenne egy adag ADP-m normális karakterrel, akkor a rámugrós támadásokat is nagyon-nagyon egyszerűen ki lehetne kerülni, csak a helyzet az, hogy nincsen, és így a dodge sem véd meg tőle. Szavasz! Nem győztem le, csak most eljöttem máshová. Oké, varázslás van. De miért nem tudok alulat kimenni? Két ütés után se. Bázzek. Két óriást. Falloutozó, nem baj az. Játsszál te is, játszok én is. Nem sikerült, Misi. Nem sikerült őket legyirkóni egyelőre, csak eljöttem máshová. Más célokat tűztem ki magamnak, így menet közben. De oda vissza kell majd mennem mindenképpen, csak előtte próbálok túljutni ezen a macskán, csak nem nagyon engedi. Erőltetett menet volt? Hát igen. Az a harapós, hitbox te, amit hátragurultam, és akkor ugyanúgy visszarántott, mint a Pursuer kardos gif. Mém gif. Bazd meg, de kurva messze. Várjál. Így esetleg? Ne. És ide jövök. Ne! 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 Elszaladok. Nem szaladok el. Ne te! Ne te! Ó, jaj, ez fölrobbant. Hát már késő volt elmenni. Jó. Ez most. Blup. Ah, jó, túléltem. Ez volt a cél. Nem ugorhatsz rám, hagyjál békén. Hagyjál már békén. Meg akarok gyógyulni, hülye macska. Fussál innen. Varázsoljál valamit. Varázsolj. Varázsolj. Valamit. Paraszt! Szia, Attila! A két cica jobb lesz? Nem menjek a két cicához. Esélytelen. Hülye a trónvacsereket se tudom megölni, nem a két macskát. Az a célom, hogy az alapjátékban megöljek minden bosst. Ezt a célt tűztem ki magamnak. Mert lehet, hogy még ezt a macskát se tudom megölni. Egyébként a legnagyobb
hátulütője a Soul Level 1-es runnak. Nem is az, hogy kevés életed van, és nem is az, hogy nem, nincsen túl jó dodge iframe-ed. Ezekkel még lehet élni. Ami miatt kibaszott nehéz, az az, hogy az, attól, hogy nincs ADP-d, az Estus ivás olyan kurva lassú, hogy konkrétan majdnem, hogy nem lehet healelni harc közben. És ha nem lehet healelni, nézd meg, bezeg. Megiszik egy kávét. Én megiszok egy kávét, mire... Meg ez a hitbox. Ez hogy a faszomba találom, ott vagyok alatta. Áú. Meg ez a... Néha ekkorát ugrik. Néha akkorát ugrik. Szóval ez a legnagyobb probléma, legalábbis nekem. Én úgy érzem, hogy ahogy így Soul Level 1-es öklözőst játszok, nem az a gond, hogy nehéz eldodzsolni, meg mit tudom én, meg hogy megcsapnak, azt meghalsz, hanem azt nem lehet healelni. Tehát, hogyha 110 agility-vel, ahogy egy normális karakterrel illik játszani, megiszol, vagy elkezdesz Estust inni, akkor az ennyi, hogy glügy, kész, megittad. Itt előveszi, megnézi, hogy nem romlott-e, beleszagol, kicsit megrázza, megkocogtatja, tehát beleiszik egy kortyot, megnézi, mennyi maradt benne, és utána óvatosan, nehogy kicsöpögjön, eltesz a zsebébe. Borkostolás tart. Múltkor egy stream, men a trónvacserekkel szívtam, és nem igazán akart menni. Nézd meg, hallod, kiütögetem magam alóla. Szerinted? Tehát ezt kellene megtanulnom, ezt. Most is rámugrott, és kidodzsoltam. Szóval valahol azt kellene megtanulni, hogy ezt az ugrós támadást, hogy kerüljem ki dodge-al, mert hogyha ez menne, onnantól kezdve halott lenne a boss. Mert minden mást, amit csinál, kurva egyszerű kikerülni. De kurva egyszerű. Kivéve ezt a hátrafordulós, körkörös csapást, de azt meg lehet csinálni úgy, hogy ne triggereld be. Csak a probléma ugye ott van, hogy nagyon sokszor ezt a futós, ugrós támadást spameli. És ezt nem tudom kikerülni. Illetve néha sikerül, mert láttátok, hogy az előbb is átdodzsoltam alatta. Csak ezt konzisztensen nem tudom beadni. Abba a pillanatban vége lenne a boss fightnak, hogyha ez nekem mondjuk 10-ből 8-szor sikerülne. Hát ott, most is dodzsoltam egyet, csak nem érdekelt. Kimondottan. No heal. Mert sebzésem is van, tulajdonképpen, tehát nem is az sem baj, hogy kicsit ütök. Mert olyan kicsit azért nem ütök. Hát nem tudom. Párszor, mert szerintem még párszor rápróbálok, aztán majd lehet, hogy visszamegyek a trombocserekhez inkább. És most kettő darab Bright Bugér nem biztos, hogy fogok szenvedni. Majd jó lesz az izé. Az a 6 darab, amin van. De szóval, ja, látszik azért, hogy a DLC az nem az a terület, ami nekem itt nagyon menne.
De hát van ez így. ADP nélkül sajnos egy szár vagyok. De nézd meg, így sprintelek és még így is elkap. Tök mindegy. Au, az előbb nem kaptál el. Mindnek. Picsába. Menjünk vissza srácok a izéhez. Szerintem. Mik ezek a kinézetek? Milyen kinézet? Ettől az ütéstől behalt a stream. Azt láttam, nekem is elkezdett tölteni egy kicsit. Kingsgate. Csatorna pont. Ja? Na, csináltam egyet. B. B, mint bárki. Na, ezt figyeljétek. Próbálkoztam a múltkor egy ilyennel. Vicces runnal. Amúgy Bence, ez a B betű a Summon Bátki mémből van. Onnan izé vágtam ki és tettem be ide. You summoned Bátki. abból a B. Jó, a Pálint, köszi. De még várjál, még nem menj kicigizni. Ezt még nézd meg. Figyeld, mit találtam ki. Best ötlet ever. És egyébként sikerült is egyszer. Az, amit akartam, csak utána bafasz voltam, és elkezdtem hadonászni, és leestem a szakadékba. Ja, igen. Na, szóval figyeljetek, ezt figyeld. Ide jöttem. Így. Így védekezek a kesztyűvel. Nem! Na, szóval egyszer sikerült, hogy leesett ez a fasz. Egyszer sikerült, ide beálltam hílelni, és leesett a Throne Watcher-re a szakadékba. De én nem láttam, hogy leesett, csak azt, hogy mögöttem volt, és egyet oda akartam ütni, hogy ráütök egyet, hogy essen le, de ő már leesett, úgyhogy én is utána estem azzal, hogy ütöttem egyet. Mondom, elmész a faszomba. De le lehet lökni a szakadékba az egyiket. Szerinted? Szerintem tök jó lenne. És akkor utána csak a másikkal kéne foglalkozni, ráadásul, hogyha leesik a szakadékba, akkor nem is tudja feléleszteni a haverját. Hát csak meg akartam mutatni, mivel próbálkoztam. Mondom, és egyszer sikerült is, csak bafaszoltam és leestem. Csak tudod, olyan kis kedves aranyos a játék, hogy nem hajlandó, tehát össze-vissza dodzsolgat a Throne Watcher, kivéve amikor szakadék szélén van. Mert akkor nem dodzsol. Akkor valamiért úgy dönt, hogy neki nem kell dodzsolnia. Pedig olyan jól leesne. Ja, igen, elég jó ötlet, csak mondom, én videót se találtam róla YouTube-on, senkitől, hogy ezt így konzisztensen hogy lehetne megcsinálni. Próbálkoztam, egyszer leesett, és azóta se. Bár az igazat megvalva, olyan sokszor azért nem próbáltam, olyan sokszor nem próbáltam meg, nem. 11-2 alkalommal jöttem ide. Jó, hát ha egyszerre ketten spamolnak, azt még túl healelni se tudom, mert izé van, stagger van.
Talán csak bug volt? Hát a fene tudja. Olyan már többször előfordult, hogy engem lelöktek, és utána utánam sétált az egyik. Csak ez ugye azzal nem érek sokat. De esetleg olyat csinálhatok, hogy mivel most úgysem ütögetek, ezzel mondjuk kiveszem ezt a gyűrűt, és beteszek egy poizos gyűrűt. Hogy ennél is nagyobb poizom legyen. Hogy minél nehezebben lehessen engem kicsapni a védekezésemből. Mert mondom, tényleg az lenne a fasza, ha ez a hülye gyerek lekombózná saját magát a szakadékba, csak ahhoz nekem mozogni is kéne egy kicsit. Viszont ott nincsen sok hely. Úgyhogy egy párszor megpróbáljuk most ezt, aztán nem megy, akkor megpróbálunk verekedni velük. Mert amúgy halál egyszerű lenne, kezembe vennék egy íjat poison nyilakkal, aztán poisonnál megölném mind a kettőt. Ha. Ja, csalás. Most ököllel játszunk. Bunkó. Szia foltos, ki foltos, áj foltos. Igen, még mindig ezen próbálkozom, illetve egy kicsit elmentem a cicához, de az sem volt sokkal jobb. Most, hát ez kicsoda. Kredó, gyere ide. Gyere, Dragon Spirit. Viccelődjünk. Majd jól meghalunk. Mi a helyzet, Attila? Ó, az itt van. Szavasz! Ó, hogy neked két izéd van. Hát azt inkább ne. Ja, köszi. Át az ajtó, mi? Csaló. Átcsáló. Át az ajtón varázsolt. Szeretjük a Dark Souls-okat. Falon keresztül is lehet támadni. Tette. Aztán nem akarom sokáig húzni az időt azzal, hogy itt azon ügyeskedek, hogy az egyik boss lehessen. Ez a Black Knight technikának hívják? A falon át varázslást? Lesz új hangulatjel? Hát előbb-utóbb biztos, amennyiben kinyílnak az új hangulatjelek, hogy tudjak tenni másikat is, akkor igen. Egyébként van két olyan hangulatjel, amit senki nem tud használni. Az egyik, azok a másik. Csak meg valamit be kellett rakni. A Tier 2 meg a Tier 3 shophoz is aztán ezek lettek. Ahhoz, hogy kapjak még egy emótot, emót slotot, ahhoz 10, 12 shop pont kell, ha minden igaz. Akkor lehet berakni.
Subscriber points. Ebből most van 5. Wow. Wow. Az a baj amúgy, hogyha... Hát ott még így is kikerüli a... Ne már! Öcsém. Pedig pont most kellett volna hátraugrania. Ha egyszerre csak az egyik kombózik, akkor simán túlhílelem. Bokoság. Na jól van. Próbáljunk rájuk. Mit szóltok hozzá? Az lesz, hogy 6 próbálkozásonként újra kell indítanom a streamet. Ugyanis csak ennyi bright bugom van. De vissza tudom rakni a mentés állást. És akkor visszakapom azt a 6 bright bugot, de ugye ezt próbáltam meg a múltkor, és balfasz módon kikapcsoltam a PS4-et. Pontosabban elküldtem pihenőüzemmódba, mert rossz option-t választottam ki. Nem a játékhoz zártam be, hanem a PS-t. És akkor így a 17 darab BrickBook elment a kukába, sajnos. De szereztem azóta még 6-ot. Úgyhogy ebből még akármi is lehet. Igen, ha most nem kúrom el, ez pontosan így van, Márk. Ez pontosan így van. Ha sikerül megölni őket, akkor lenyomom Nashandrát meg Aldiát mindenképp, és megpróbáljuk még a Dark Lord kert is. Aztán szerintem ott abban is hagyom a pályafutást ennek a karakternek. Így csinálunk egy ilyet. Azóta jártam a DLC-ben, és ilyen strength-es szarom is van, tehát többet fogok sebezni, mert több a strength-em. Paf! Na, üssél már te meg! Meg a rohadt tízét, Watcher. Oké. Okay. Ez így nem volt rossz. Hogy haltam meg 3 ütésbe? Ez a balzsam, amit benyomtam, ez felülírta a bright bugot? Mert ez lehet. Jelentősen kevesebbet kellene, hogy sebződjek a bright bug miatt. Igen? Felülírta? A kurva élet. Akkor azt nem nyomjuk be. Azt hittem lehet stackelni. Úgy látom, hogy nem lehet. Nem ezt akartam. Így. Még azon gondolkozom, hogy van még ez a Steel Protection gyűrű. Az is elég sokat emelne a védelmemen, csak nem tudom, hogy hol van. Meg hogyha leveszem a Ring of Blades plusz 1-et, akkor vajon... Akkor vajon sebzek-e eleget? Az Iron Flash nem próbáltad ki Bright Bug Gummy. Na látod, nem. Azt nem próbáltam ki. Annak is utána kellene nézni, hogy... Meg az a baj az Iron Flash-sel, hogy ahhoz kell egy slot. Nekem ugye alapból nincsen, tehát egy gyűrűt, fel kellene áldoznom egy gyűrű slotot azért. Mindegy. Na, be tudom nyomni.
Lehet, hogy be tudom, csak nem lesz értelme. Ó, bázz meg. Jó, hát ez rettentő hasznos volt. A faszom, bázz meg, hogy... felejtem buffolni, hogy bemegyek. A faszé felejtek el buffolni. Na szóval azért felejtem, mert magyarázok, ahelyett, hogy a játékra figyelnék. Szóval azért nem igazán jó az Iron Flash-es dolog, mert így is kell az összes gyűrűszlotom, sajnos. Mert ezénél még jó volt, mert ott muszáj volt, tehát a Smelter démonnál kötelező jelleggel be kellett tennem a Flash-vetet, mert különben megzaválta az életemet a rohadt aurája. Amúgy ennek a hülye Throne Watchernek 2600 valamennyi HP-ja van. Tekintve, hogy én ütök több mint 300 ütésenként. Így ilyen, nem tudom, mennyiből kellene meghalni a 8 ütés? Tehát ez benne a legszebb amúgy. Sőt, a legnagyobb szégyen, hogy 8-at nem tudok beleütni a bossba. És meghalok. Pedig csak annyi kellene. 8-szor megcsapom, aztán csokolom. Buff, igen, most csinálom. Meg volt a buff. A kurvája. Ugri-bugrizik össze-vissza. Nézd meg. Ne ugrálja! Már! Ah, kurva életbe. Hagyja már! Oké. Okay. Most talált. Szóval összesen mennyi? Háromszor sikerült megütnöm? Eddig. Elképesztő! Ugri-bugri faszkalap! Most kell elszaladni. Most kell jól elszaladni. Itt meg! Picsába! De ez is paszki! Érted? Mit csinálnak? Így fogják a pajzsot. Nézelődnek. Nézelődnek. Meglátják, hogy iszok. Fasz ki van. Hát tudom, live jam-ekkel kéne hílelni, nem Estus-szal. Tudom. Szopó. De mondom, nem? Tehát kurva jó sebzésem van. 8-szor kellene eltalálnom a bosst. És nem hogy 8-szor, 4-szer se tudom eltalálni. Mert vagy elugrál, vagy engem bassz szét. Tehát, hogy megcsinálja a kombóját, és mire megcsinálja a kombóját, addigra én hiába szaladok oda megütni, elugrik. És az egy dolog, hogy elugrik, mert utána is tudok futni, de abban a pillanatban, hogy elugrik, hogyha én a közelében vagyok, mikor ő talajt ér, akkor csinálja a következő kombót. Tehát, hogy no, elfárad. Mert azt még megtehetem, hogy beszopok egy kombót, vagy legalábbis tudom én egy ütést, vagy esetleg kettőt, most Brightbug-gal többet is beszophatok. Tehát azt megtehetem, hogy beszopok két ütést, annak fényében, hogy majd én is ráütök kettőt. De azt meg nem engedhetem meg magamnak, hogy ő elugrik, és utána még egy kombót rám basszon. Ez nem működik.
A második szégyen foltja az egésznek az meg az, hogy addig se élek, hogy lejárjon a Bright Bug. Az így mekkora ciki már. Hallod? Hallod, hagyjál már! Látod? Tehát, hogy én felbuffolom magam, de ezek ilyen 20 másodperces fájtok. Bejövök, szétkúrnak, marad egy icipici HP-m, megpróbálok elszaladni, és nem szakad le rólam az Istennek se. Ő izével, végtelen staminával játszanak, unlimited everything. Ez baszott fel engem a múltkor is. Szana szét kúrnak, egy másodpercen nem állnának meg. Akkor állnak meg, amikor egyébként sem tudok semmit csinálni. Igen. Jó, hát nem sokára a stream újraindítás következik. Mert elfogynak a bright bugok. De még három alkalomra van elég. Nem kell, csak kettőre, mert az egyikben úgy mentem be, hogy bent próbáltam bright bugolni, aztán szét is kúrták az arcomat. Az item felhasználás sebessége az itt nem a legjobb. Nagyobb PS kapcsoljam ki. Ja. Most már gombát is benyomom. A gomba nem üti, nem, szerencsére a gomba nem üti a bugot. Legalábbis én úgy vettem észre, de mindjárt a sebzésünkön ki fog derülni elég hamar. Nem. Nem, a gomba nem üti. Oké. Okay. Gyábélként a pöcs. Pöcs fejű. Blü. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Várjá! Összeesett! Most itt meg! Ne védjé! Oké. Okay. Mennyi föléleszteni? Jó, menjél föléleszteni. A kurva anyátokat! Faszom! Istenem! Fasz meg! Fasz meg! Igen, a gomba. A gomba mentett meg, nulla HP, nem volt egyáltalán életem, mikor meghalt a másik. És ráadásul az a kis geci, leütöttem az összes életét, nulla volt, és még élt, hátraugrott, és úgy esett össze. Mekkora egy fasz. Sikerült. Nem hiszem el, hogy sikerült, bazd meg. Na, Sandra. Köszi a GG-ket. Remélem, nem ébresztettem fel a családot. Jó, nem. Nem küldött üzenetet asszony, hogy fölkeltek.
Nasadra könnyebb lesz? Hát én szerintem könnyebb lesz. Legalábbis én annak gondolnám. Mert a Nasadrának vannak nagyon könnyen baitelhető támadásai. Egész pontosan a lázerre gondolok. Na, lázerolján a Sandra. Úgy. Ezt a támadást. Így, ide baszok négyet, aztán elmegyek. Tehát a Sandra egy halál easy boss. Csináld a lázert. Hogy simán el kell szaladni az ütései elől. És a Sandra ennyi. Tehát a... Szerintem így a legnagyobb csalódás final boss a Sandra. Tak. Még ötöt is rátok venni, ha elég közel vagyok hozzá. Tis. Viszont ezeket a szarokat érdemes megölni. Mert ezek nem tűnnek el. Várjál, jön a lázer. Csak ez ilyen félköríves lázer, ez nem annyira jó. Az a lázer jó, amelyik egyenes. Na, jöjjön az egyenes lázer. Egyenes lázert akarok. Mi? Várjál. Ja nem, ilyenkor izéket csinálja. Mindegy, ilyenkor is megcsapkodom. Ó, jaj! Oké. Meg kell gyógyulnom, mert ezek a szarok nagyon csúnyán megesznek. Hogy tűnj el innen. Putás. Te! Hát mit csinál vajon? Úgy. Oké. És akkor most jön a lázer. Jó. Megint elszaladunk. Hűd, de lassan használod ezt az effigy-t! Futás. Oké. Okay. Csak ilyen szakadékban nem szabad leszaladni. Na, kérem a lázert. Lázer. Nem csinálod a lázert a téledbe. Oké, okay. Ott a lázer. Pick, pack. És még egyet. Pack. Hát ott, mondtam, hogy Nasadra könnyebb lesz, és még Aldia is könnyű, bár lehet, hogy Aldiához nem lesz elég életem, vagy milyen ezt oszom. Mindegy, van egy rakás live jam-em. You, conqueror of adversities. Give us your answer. Micsoda? Ne alattam, gyere föl! Köszi. Azért mondom, Nasadra mindenhogy egyszerű. Ó, oda néz. Tik-tak. Meg még egy. Tak. És most kell elszaladni. De nagyon. Na, Aldiana az a titok, amúgy, hogy nem szabad teljesen elfogyasztani a staminát. Mert ha így tesztek, úgy jártok, mint én. Mert most én azért haltam meg, mert ha negatívba lemész a staminával, akkor addig nem lehet futni, amíg tele nem töltődik teljesen. Lemaradtál a winről, Pisti. Le bizony. Le. Egy 10 perce, hogy megöltem, sőt, lehet, hogy csak 5. Hatalmas win volt, bazzeg. Azt a kúra mekkora win volt. Ki fogom klippelni. Biggest achievement nekem. Szerintem a legnehezebb dolga, amit alatt csináltam. Az összes Dark Souls-ot beleértve. Ez az öklözős Soul Level 1-es Throne Watchers harc. No hit volt. Nem volt no hit.
Majdnem meg is haltam amúgy, ilyen nulla HP-val maradtam életben, amikor összeesett a rohadt Watcher. Azt vissza lehet nézni? Én az első reakciós Bloodborne idei játszásokat mindig nagyon szívesen nézem, meg az összes DS-t is. Egy ilyet akarok. És tulajdonképpen Aldia ellen nem kell páncél. Mert nem kell. Itt az a lényeg, hogy Aldia ellen gyorsnak kell lenni. Szaladni kell sokat, és ugye minél jobb az armorom. Bazd meg, hogy pont oda raktad. Hogy minél nehezebb az armorom, annál több a... Az a baj, hogy... Na így, na tudod? Így simán el lehet szaladni a nagy tűzgolyó elől. Csak kár, hogy ezzel indítottál, mert ilyenkor meg tudtalak volna csapkodni. Igen, ilyenkor följönnek azok, és akkor egy picit oda lehet menni, egyet rád verni. Aztán futi. Igen, ilyenkor közel kell menni, mert ez ilyen követő szar, amikor csak egy csápot nyom a földbe, közel kell menni. Na, hol jössz elő? Ó, de kibaszott messze! Oda tudok élni egyáltalán? Ez az, igen. Na, még befért volna még egy ütés. Azaz, azt csináljad. Piff, paff, piff, paff, piff. Ó, az lehet, hogy butaság volt. Na, mindjárt kiderül. Ez az. Kettő. Ah, oké. Még pont nem ért el a tűz. Na, de Adjánál igazából ez a helyzet, tehát, hogy ő neki a mindenféle lövedékét kell kerülgetni, leginkább. Piff, paff, piff, és futi. Oké, közel megyünk. Ilyen nagyot nem tud kanyarodni. Megint. Megint közel. Az a baj, hogy csak bizonyos támadások után lehet egyáltalán bántani. És ez akkor is igaz, ha mondjuk varázsló vagy pölö. Pi-pap-pi-pap. Jó közel voltam, úgyhogy most befért négy ütés is. Pi-pap. Sajnos az első ütésem nem talált. Na, hát ezt miért csináltam? Maximum 2, 3? 1, 2, 3 és dodzsk. Dodzsge. Jó. Lassan föl fogja magát izélni. Buffolni ezerrel. 1, 2, 3, 4. Többet nem ütünk, mert nem fogunk tudni futni a tűzgolyó elől. Futi! Ez az. Aldia! Aldia! Jó, most megy a Phase 2 buff. Úgyhogy szerint tűnj el szépen. Hopp. Ne alám gyere, az fáj. Pip, paf, pip, paf. Nem jó! Ojaj, 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 ojaj! Jaj, de rosszkó híleltem, bazd meg. Ez a támadás volt az egyetlen, amivel heal közben el tudott kapni. Ha egyik tűzgolyót, másik tűzgolyót, csápokat nyom a földbe, hogy följönjön a tűzoszlop, semmivel nem tudott volna megölni, csak ezzel. De én vagyok a hülye, mert nem vártam meg, hogy mit csinál. Picsába. Végén még no hit lesz. Mindenképpen no hit lesz egyébként, mert hogyha megüt, akkor meghalok. Mert most is az van, hogy abban nem halok csak bele, hogyha egy kicsit a tüzes aurája bánt. Mert az egy picit levesz az életemből, de egyébként, hogyha gyakorlatilag akármivel is eltalál, én azonnal belehalok. Csak mondom, elbasztam azt, hogy nem vártam meg, hogy mit csinál, hogy hílelhessek, hanem balga módon nekiálltam live jam-eket törögetni. A semmire. És az már mindegy volt.
De ugye, egész jó bent. Van benne potenciál. Van még egy darab bright bugom. Szeba. Na ezt. Miért nem ezt csináltad? Olyan könnyű lett volna, hogyha ezt csinálod. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4. Nos, ez eltűnt. De annyira nem szeretem, hogy tök random, hogy hol jön elő. Ujjaj, mert azt sem akarom, hogy alám teremjen. Na, ilyenkor megélhatok egyet bőle. És még oda is verhetek egyet-kettőt. De aztán futi. Mert megkúródok. Jó. És most eltűnik. Középen? Nem, most jó messzire. Pif, paf, pif. Jó, ilyenkor lehet hílálni. Csak nem szabad közel lenni. Jó, és még kettő ütés is befér ide. Ó, egy egész staminányi ütés befér ide. Pif, paf, pif. Elszaladok. Paf. Na, ez baszott meg az előbb. Hoppá, most is. Figyeld, alattam fog mizélni. Azt hittem, hogy elkezdek hílelni, és alám teleportál, és meghalok. Az mekkora lett volna már. Hopp. Oké, ez most megint. Így. Ezt kellett volna csinálnom az előző harcban. Oké. Okay. Jó, most fázist vált. Akkor én is healelhetek. Jó. Eltűnés. Eltűnő-feltűnő művelet. Hopp. Ez robbanás kurva erős amúgy. Egy, kettő. Jajajaj, hogy ilyenkor csak... Oké. Okay. Na, mit csinálsz? Na, de rosszat csinálsz. És most? Megint? Kap már be. És megint. Csinálja már mást, te fos! Időhúzó pöcs. Talán egy ütésre odaérek. Aha. Néha nem tudom, tehát hogy így... Néha nem tudom megbecsülni azt, hogy... Vajon mikor fog elfogyni a tüze? Tis, tis, tis. Oké. Okay. Tűnés van. Tis. Mármint, hogy nem elfogyni, hanem amikor teleportál egyet, akkor utána mennyi idő, amíg megint elkezd égni. A faszé mentél megint ilyen messzire, bazeg. Szerencsém van, hogy ez most nem égetett meg. Bár nem tudom, hogy miért. Miért történt így? Aha, anyád! Futkosok itt a tűzgolyóid elől, aztán ilyeneket csinálsz. Kúrjad fel a levegőben a nagy tüzet. Nagy tüzet. A nagy tüzet. A nagy tüzet. Nem a kis tűzgolyókat, hanem a nagy tüzet. A nagy tüzet. Ó, az jó. Az jó, az jó. Közel jött. Nem tudom még megölni. Á, és meg tudtam volna ölni. A picsába. Na ez a baj. Na most meghalsz. Pif, paf.
Amikor elég. Ezé. És most jöhet a lenyomhatatlan kredit. És nem tudom, melyiket csináljam. Szerintem most menőbb leszek. Jobban néz ki egyébként, hogyha beülök oda, mint hogyha elsétálok, bár én az elsétálós befejezést jobban szeretem sztori szempontjából. De én most ezt választom. Mert jól fog kinézni. Most mivel játszok? Nem fejeztük ezt még be, mert egyetlen boss még él az alapjátékon. Őt még meg kell ölni. Nincs kifogás. A Dark Lurkernek vesznie kell. A DLC-k kimaradhatnak, de a Dark Lurkernek meg kell halnia. Ha ez megtörtént, akkor Degrees of Separation-t fogok játszani. Nem tudom, hogy ez meddig fog tartani. Ugyanis eléggé humán effigy zabálós a dolog. Phase 2 nélkül olyat nem tudok izébe, csak sorcererrel. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. Szia, Mark! It is your choice. Jókor jöttél. To embrace or renounce this. A lenyomhatatlan kreditszre. Bár a videót le lehetne nyomni, de a videót se akarom. Szia, Krisz! Nem fog tovább tartani, mint a tudom, a csereg. Na látod, ebbe szerintem igazad van. Nem hiszem, hogy lesz még egy olyan boss, amivel cirka 7 órát szenvedek. Nem hiszem, hogy lesz ilyen boss. Hogy néz ki, bazzeg? Egy mérges. Micsoda egy mérges pofon doboz ez a néni. Trió? De hogy megyek be a Gang Squadhoz? Be se jutok, Pisti. Szerintem az odavezető úton meghalok. Miért van egy marék véres geci az arcán? Hát ezt nem tudom. Így született szegény. Nem kell leszólni. Aztán megsértődik, aztán kinyitja a pofon dobozt, ez téged is megbasz. Egy pillanat. Ja, ilyenkor az options sem tudom. De geci! De geci! Hallod? Az egy dolog, hogy nem lehet lenyomni a kreditszet, de hogy még az options-t se tudom megnyitni, hogy visszarakjam a játék zenéjét. What? Pedig az end credit zene, az tök jó. Én ezt tök szeretem. Sőt, én még Aldiának a zenét is tök szeretem. Nem is tudom, annyira fölkúrtak a trónvacserek, hogy elfelejtettem visszanyomni a boss zenét a következő bossra. Ott azért is vettem le a boss zenét, mert fos volt, nem szerettem a trónvacsereknek a zenéjét olyan. Egy idő után már csak idegesített. Úgyhogy addig hallgassunk egy Valfariszt, mit szóltok hozzá. Jaj, nem tudod, mit akartam berakni? Pisti, úgyis itt vagy. Escape from Sandworm. Ost. Ezt akartam betenni. Itt volt egy ilyen verzió. Na. Játszod már? Faszom. Ja, oké, semmi gond. Thank you.
Ez is Ori. Ez is Ori, csak ez másik Ori zene. DS2 kereditszer szerintem tökéletes. Igen, ez a férges. Kurva jó. Kurva jól, nagyon-nagyon illett ahhoz a meneküléshez. Ezzel már nem lehet mit kezdeni. Egy kis szájtrombita? Misi, abban te vagy az ász. Fúvós hangszereken a szájaddal. Te vagy a király. Trombita, oboa, minden megy. Szaxofon. Hangos. Is. Neked az is él. Miért nem lehet a Falloutot online játszani? Nem tudom. Az hagyján, de még a Darklurker előtt én szeretném már megölni a dupla porszúert is. Vagy legalább azt, amelyik a Ring of Blades plusz 2-t adja. Ugye ez még jó poén lesz. Ott még szerintem meghalok egy párszor.
Lassan vége lehetne a kreditsznek. Mutogat itt nekem. Mute. Mute channel. Mute server. Ez az. Most nézed csak, Ati, no shave. Most mindig borotválkozzak meg. Neked? Szerintem majd holnap fogok. Most már kezd hosszú lenni ahhoz, hogy szúrjon is. Ah, meglátom, nem tudom. Nem szeretek úgy borotálkozni, hogyha csak ilyen fél hosszú, mert akkor össze-vissza vagdalom magam, meg nem nő ki rendesen, akkor sokkal nehezebb levágni. Na, úgy látom, itt lesz vége. Úgyhogy veszem vissza a fülest. És akkor menjünk tovább. Nos, visszavesszük a cuccost, először is a ruhácskánkat. Jó, aztán, mit akartam vásárolni? Mindent is akartam vásárolni. Búj item. Ebből kellett egy adag. Aztán olyat akartam vásárolni, hogy elmegyek a Brightstone Cove-ba. Egészen pontosan ide. Mert kiszabadítottam Ornifex-et, és Ornifex-től, miután Nasandrát megölted, úgy lehet. Ezért mi? Esel egy Fistrán buffok nélkül. Nem szeretnéd úgy, hogy még a gyűrűket se hordom? Én a Dark Souls 2-ben a Soul Level 1-et befejezetnek tekintem. Majdnem, mert a Dark Souls-kel még él, őket még megöljük. De hogy ezen felül úgy tekintem, hogy az véget ért. Picsába. Meg ne öljél már. Hallod? Mekkora van Ted lövések ezek? Egyébként ez a legnagyobb baj ezekkel a töltényekkel, amiket itt lőnek rám, hogy leszteggerelnek közben. Nem is az, hogy fáj, hogy valami. Hanem, hogy megállítják a karaktert. Na, elvileg ide nem tudtok belőni így. Ezeket a pokkokat meg kéne ölni, mert bejönnek, miközben Ornifex-el magyarázok, és megcsápolnak. Nem fogsz megkövíteni, hülye vagy? Mindjárt megkövülök! Nézd meg, keci! Mondom, kimegyek a kövítőből, erre az egyik mágus lövedék elkap, leszteggerelődök, és ott állok a kövítésben, amíg meg nem petrifájolódok. Szerinted? Ja, ez is streamen? Ah, igen, de igen, a Buddy 99-en merő láncsázik. Tehát a damage stat, a Neo-ban a damage statot, ami az elsődleges fegyveredre adja a damage-et, azt mindig ki kell maxolni. Én azzal szoktam kezdeni, akármilyen fegyverrel is játszok, az. 99. Aztán utána lehet mást is fejleszteni. Az csak egy szerencsés egybeesés, hogy a body, ami a lounge-ának az erejét adja, az egyben az életerőt is növeli a legjobban.
meg egy DS3 SL egy fisztonali rán gyűrű buffok nélkül, de az se fog megtörténni, mint a Sims Team. Hát látod? Ez biztos, hogy nem fog megtörténni az, amit most írtál. Az SL egy rend még vállalom, mert Dark Souls 3-ban is meg kellene csinálni a Soul Level 1-et. Legalábbis illene. Inkább így fogalmazok. De... egyrészt ott nem támogatott az ökölharc. Ott még rendes level 120-on sem tudsz ütni 100-nál többet ököllel. Ami vicc kategória szerintem. Jaj, bazd meg, nem nyújtottam meg a fákját. Meg nem érgezzi. Á, kurva anyátokat. Buzipókok. Na, vagytok még? Szóval ide akartam jönni. És venni akartam tőled. Örök mennyiségű ilyet. Úristen, 100 000. Nem baj, vettem egy csomót, az a jó. Ebből is vettem sokat. Aha. Igen. Jó. Na. Akkor ezzel meg vagyunk. És akkor el kell mennem a King's Gate-re. DS1, DS3, SL1-re an Olbosz. Azt szeretném amúgy. Az látod, tervben van. De minimum egy alapjáték. De például mit írnek, nagyon szívesen neki megyek, Soul Level 1-en. Meg ott a DS3-ban az a jó, hogy a legtöbb esetben a bonfire ott van a boss ajtó mellett. A legtöbb esetben. Nem mindig, de sok olyan eset van, amikor nem kell éveket szaladgálni, hogyha el akarsz jutni egy bosshoz, ami nem rossz. Egy travel, és akkor King's Gate. Itt megégetünk egy valami normál játék normálban? Valami normál játék normálban. Az a következő projekt lesz a normál játék normálban. A Degrees of Separation-nek nem hiszem, hogy vannak nehézségi fokozatai. Na, itt elégetünk egy asszetiket. Lothric és Lorian. Hát igen, Lothric és Lorianhoz egy kicsit sokat kell menni még a Shortcut Lift-tel is. Ott azért bőven sokat kell. Oh, és ők előképpen nehezek is lesznek szerintem. Na de, most próbáljuk meg megölni a New Game Plus-os Pulsuelt. Mert hát nála van a Ring of Blades plusz 2. Úramisten, hagyd abba, engedj ki! Hallod? Miért nem tudlak bakstabóni? Na. Gyorsabban forogsz, mint ahogy lépni tudsz. Saját tengelye körül forgó ellenség. Üssé már, vagy valami időhúzó szardarab. Az igen. Na szóval, itt az a trükk, mert hogy amúgy kibaszott izmosak, szerintem egyetlen ütésben belehalok, itt New Game Plus-on konkrétan, még ha max HP-n van, akkor is rám ver egyet, paf, meghótá rám verés. Itt az a terv, itt a dupla pulszuernél, hogy Mr. Piros szemű elkezdjen lövöldözni. Addig kell menekülni előlük. Ó, jaj! Na, nem, mégiscsak kibírtam egy ütést, de... hát most nem lövöldöztek. Hát igen, amikor két sávban jönnek feléd ezzel a repülőütéssel.
Nem volt hirtelen ötletem, hogy azt, hogy kerüljem ki, és nem is sikerült. Itt konkrétan nem is lehet őket addig megütni nagyon. Legalábbis így szó level egyen biztos, hogy nincs rá elég stamina. Ameddig az egyiket el nem kergetem. És ezt a legegyszerűbben úgy lehet megtenni, hogy addig futkosok, amíg a piros szemű úgy nem dönt, hogy ő neki ki kell engednie magából a rossz érzéseket. És akkor el kell szaladni, mert akkor nem érdekli, hogy kimegyek a teremből. Viszont a másik meg hazamegy, hogyha kimegyek a teremből. És ezt kellene forszírozni. Taktik szólni. Hopp, 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 hopp. Greedy voltam, és azért beleütöttem egyet. Ne, nem! Te, felejtsél már el! Az a baj, hogy a kurva kamerát nem tudom úgy forgatni. Hogy rendesen benne legyenek mind a ketten. Ó, jaj. Lője már! Na! Azaz! Ne! Te szemét kikanyarodott az ajtón, bazd meg! Mekkora egy rohadt csaló cigány volt te! Bazd meg! Istenem. Na jó, mindegy, hát ezzel kell próbálkozni. Néha hamarabb megcsinálja ezt a lövést, néha később. Csak az volt a baj, hogy bezavart a másik, és nem tudtam egyből kiszaladni. Mert hogyha egyből nekiállok szaladni az ajtó felé, amint meglátom, hogy lőni készül, akkor így egy nyíl egyensen belefutok a másik pulszvernek a támadásába. Na, erre, ezt akartam már mióta. És akkor megbukom. Tehát mindenképpen csinálnom kellett egy kerülő manővert, az meg elég volt ahhoz, hogy a kilőtt lövedék az így szépen az ajtón kikanyarodjon. Fasz. Faszom. Jó, mondjuk ezt a 2000-et kár volt fővenni. Jó. Aha, felejtsd el. Igen, vannak ilyen meglepi atakkok, amiket néha nem látok. De csak egyszer kell, hogy sikerüljön, hogy kiszaladjak, amíg lődöz a másik. Ha az megvan, egy idő már elbánok a Pulsuel bácsival. Csak hát ugye... Kell hozzá egy kis erengé szerencse is, hogy minél hamarabb úgy döntsön, hogy ő már pedig neki lőni kell egyet. A nagy golyókból. Ezek bossnak is bejönne? Bebizony. Ez konkrétan simán lehetne boss fight. Csak akkor meg nem lehetne kimenni a teremből. Haha. Nagy szopó lenne. Ennél nagyobb szopó kevés lenne. Főleg soul level 1-en. Nem nagyon jön össze ez a RNG szerencse dolog nekem ebben a rendben. Aha. A kurva.
Vagy a békén! Vagy a békén! Nagy paraszt. Ne! Ne, nem! Ne, 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 nem! Áh, kurva! Pusá! Hát itt nem. Nem szabad hílelni. Ez öreg hiba volt megpróbálni meginni egy esztuszt. Ebben a teremben egyébként a kamera a legnagyobb ellenséged. Mert ahogy szaladgálsz a pulszerek elől, a fal, ahogy mész, ahogy így mész így, és elfordulnál, a fal nem engedi, hogy oda kanyarodj, hogy oda irányítsd a kamerádat. Ide miért akarok jönni? Ezt mondja már el valaki. Azért, hogy ez a fos megöljön. Idióta, Atiba ez meg. Mert már annyira kezemben van, hogy a trónvacserekhez kell menni, hogy még ide is eljöttem. Egy pusztulat van. Tudod mi? Kösz! Kérni akartam. Itt is hagylak a picsába. De nekem az a Ring of Blitz 2 az kell. Az egy kötelező darab, úgyhogy muszáj, hogy ezt megcsináljuk. Cigit elszív, hogy miért ilyen tetű lassú. Mert azért, mert nincs fejlesztve az a stat, amivel gyorsan lehet használni az itemeket. És alapvetően ilyen lassú a consumables. Oké. Nézd, ez bejött a boss terembe! Vagyis hát ebbe az izébe. Te akarod a faszba, te! Te csaló! Istenem, jó, hát akkor megöljük ezt a katonát. Bazd meg. Istenem. Szia, Dávid. Kevés nekem a kettő, azaz. Azért kell a harmadik. Hát mindjárt megöletem magam ezzel itt. Haj! Elakadtam a szoborba! Mi a faszom? Istenem. Na mi a helyzet, Dávid? Hogy haladt-e a Norris a Darklurkerrel? Norris megnyúzta a Darklurkert? Én ezt úgy olvasom, ezt a mondatot, hogyha 8-szor meghalt nála, hogy a Darklurker megnyúzta Norrist kellőképpen. De azért sikerült a végén. A first try runban a 8 próbálkozás az már rengeteg. A 8 az már ilyen csillagászati szám, amikor first try run csinálsz. Phase 2 elsőre bejött. Jó, hát de most phase 1-ben Phase 1-ben egy izé gagyi kaki a Dark Lurker, semmit nem tud egyedül. Phase 1-ben kb. Pinwill-el egyenlő a Dark Lurker. Mi a fasz, bazzek, hogy... Köszi. Phase 1 Dark Lurkernél annyi a dolgot, hogy rátapadsz és körbesétálod balra. És akkor ütögetni fog a kardjával. Akkor van a probléma, amikor ketté válnak, és
Egyszerre kettőre kell figyelned, hogy ő most melyik honnan lődöz. Akkor van baj. Hosszú stream lesz? Attól függám. Bence, mert bementem, mikor, nézd meg, bementem ide elsőre. Jaj, persze. Hallod, mindjárt meghalok tényleg. Mert itt nincsen hely harcolni ezen a buzi ellen. Takarodjál már anyádba! Különben is ki lesznek farmolva, aztán akkor nem lesz több kerülük harcolni. Szóval amikor legelőször bementem, akkor egész jól kimozogtam addig, amíg el nem kezdett lőni. Csak most valamiért nem akar lőni. És ez sajnos tényleg csak és kizárólag a random számgenerátor dönti el, hogy ő milyen hamar fog az én kedvemre tenni. Menj innen. Oké. 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 Au! Para, azt hagyjatok már! Te meg lőjél már, bazeg! Érted? Mi a fasz tart eddig? Lőjél már, bazd meg! Foshalom. Bazd meg! Jobban jártunk volna mind a ketten? Nem jártunk jobban. Én végigvittem az alapjátékot. Megcsináltam. Most már csak a izét akarom. Meg akarom szerezni a Ring of Blades plusz 2-t. Csak ez a fasz baszik lőni. És nyilván a végtelenségig nem tudom kikerülni őket, előbb-utóbb hibázni fogok. Pörszörös spritzen, já? Igen, valahogy úgy. Valahogy úgy kell képzelni. Faszopó pörszörör nem hajlandó lőni. Hiába kerülgetem itt őket. Healelni meg ugye nem állhatok meg a boss teremben, mert szétbasznak. Ezt már régóta tudjuk. Hogy ez nem játszik. Ti. Anyádat! Igen, ritka mozdulatok egyike. De? Nézd meg! A kamera beleakadt a rohadt falba! Háromszor visszapattant, hiába próbáltam tekerni. Oh, most lesz. Elszaladok. És vissza. Ez az. Most van jó. Ez az. Most már csak helyet kéne szereznem. Ez az. Aha. Hátrafele nem tudsz ám lőni, barátom.
Na, te csak itt tente ne. Rossz felidót zsoltam, de nem kapott el. Csináld azt. Azt csináld. Jó? És most meghalsz. Egy, kettő, három. Nem, bazd meg! Halljál már meg! Na. Egy olyat hadd kérdezzük meg. Ebben az is úgy van, mint az egyben, hogy a vége boss előtt kell DLC-zni, hogy ki lehet bónolni. Nem kell kibónolni, ugyanis nem visz át New Game Plus-ba. Tehát, hogy neked azt meg kell mondanod külön a Majulai Bonfire-nél, hogy te New Game Plus-ba szeretnél menni. Na, Ring of Blades plusz 2, srácok. 69,7 a terhelésünk, tehát ennél már csak akkor lenne jobb, ha... Na, ennél jobb lenne, azt már el kéne baszni. És akkor még egy icipici kis damage, befigyel. És akkor most lemehetünk a Dark Soulshoz. Ugyanis ennél erősebb már nem lehet a karakter. Egyém, sehol egy GG bazd meg, vagy valami. Épp most manővereztem ki a Twin Pursuert, és meg is öltem az egyiket. Szia, Attila! Képzeld, Attila, megöltem a trónvadsereket. És, na, és a Nasandrát és Aldiát is, úgyhogy most már csak a Dark Lurker van hátra az alapjátékból, és én azzal befejezetnek tekintem ezt a ránt. Ha valaki szeretné megcsinálni az alap, a DLC-ket és ököllel szólevel legyen, én nagyon szívesen megnézem, hogy megcsinálja. És ennyiben kiismerül az én hajlandóságom. Mit akarok? Ide le akarok menni. Black Gulchmouth. Mondjuk ide. Jár a GG. First try. Ezt a first try izét. Á, Norestől loptad. First try. Na, próbáljuk megcsinálni a Dark Lord Crash dungeonöket. Szerintem ez a leggecibb dungeon, ami csak van. Ez itt. Bár a Haveles is, a Haveles is egy szar. Give human effigy. Tessék. Soha nem a Dark Lord-ket adja be. Azért, mert nem vagy a Covenantban. Úgy van, hogy ha egyszer meggyújtottál minden tüzet, akkor utána bármelyikben megkapod a Dark Lurkert a végén, csak annyi kell, hogy abban a Covenantban legyél. Igen, én is azért szoktam azt csinálni, mert közel van a Bonfire, de lehet, hogy itt máshoz kell folyamodnom. Ugyanis a Shaded Woods-ban lévő sokkal könnyebb, mint a Haveles. Csak ott ugye a Bonfire-től át kell szaladni, hát úgy egy szép nagy karikát, mire le tudsz odaesni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi a... Ja, már megvettem tőle mindent, mit akarok megvásárolni. Húsz néző, uramisten. Egyébként, hello mindenkinek. Üdv az igénytelen bátki streamen. Igénytelen pontokat lehet használni a csatornán, stb. Na, azt ott, azt a pöcs fejet. Azt meg kéne ölni valahogy. Csak ez akkorát üt basz ki. És nem tudom lestaggerolni, mert olyan páncél van rajta. Viszont nagyon könnyen! De legalább kibírtam két ütést. Azért ez valami. Erről ennyit.
Pöcsöt fogsz szórakozni kettő havellel? De csak egy havel van. Aztán lehet csalni fogok. És poison késekkel megdobálom. Csak ne azzal menjen el a stream, hogy próbálom megcsinálni a dungeonöket, és a Darkrookerhez meg el se jutok. Mert tulajdonképpen az any százalék SL1 fist only ránom, az készen van. Ha csalsz, akkor unfollow. Ez már csak extra, amit most csinálok. Nem lesz Albus run. DLC-k mindenképp kimaradnak. Na gyere! Ezt meg nem hiszlek el. Tákarodjá! Most megisszuk. És nem tudok... Az Istenit. Ja, várját, ez teknős páncélos. Teknősöket nem lehet helyzé backstabelni. Azt akartam mondani, jó, megbackstabolom, de igazából azok nem lehet. DLC-kre megengedjük, hogy szintet lépj. Hát az meg úgy meg túl egyszerű. Az túl egyszerű, én azt már megcsináltam. Az ököl ránt csak simába, Tasli már megcsinálta az összes, vagy a DS2-t. Szétöklöztem mindent. Mindent is szétöklöztem. Ott van fönn a YouTube-on. Ennek igazából most itt az a izé, hogy ez Soul Level 1. Miért lenne egyszerű level 1-ről indulok? Hát miért ne lenne egyszerű? Bonfire Ascetic-kel szétfarmolom a Last Giant-et, vagyis hát a, nem a Last Giant-et, hanem a mi a fenét. A faszom, mi a Giant Lord-ot. 10-20-asával lépem a szinteket. Azt nem láttuk szóval, nem ér? De ott van fönn. Don't farm. Ha megengeditek, hogy szintet lépjek, akkor farm van. És akkor level 180-ig felkúrom magam. A DLC-khez kb. Az a javasolt. No level up. Na azért mondom. No level up, no DLC. De most ezt a közvetítést nézzük. Hát ebbe a közvetítésbe sok minden más se láttál, szóval. Ebből a közvetítésben azt se láttad, hogy elkezdtem ezt a ránt. No DLC, ha nincs level up. Az már volt. Az már volt. Mit gondoltok, mit csinálják ezzel? Bakstabolni nem tudom. A dodge-om egy szar. Ezt csináljam? Meg azt mondjátok meg, hogyan van staminája arra, hogy ötszörüssön ezzel. Mert szerintem nem kéne, hogy legyen neki. Na jó van, hát akkor menjünk el Gavlanhoz. Hol vagy Gavlan? Még elfelejtem. Itt van Farozban. Volt verseny. De az nem verseny, nem feltétlen verseny. Ha nem csak úszik a vízben, akkor az nem jelenti azt, hogy versenyeznek is.
10 perc, dehogy is. Én az én ilyen szóviccelő embereket, azokat simán berakom VIP-be. A humor legmagasabb formája a szar szóvicc. Jó, na szóval. Szia, Gavlan. Fő az egészség. Az. Akkor te miért nem vagy még ott? Azért, mert te nem jársz a streamemre, Dávid. Mostanában látlak csak. Mert amúgy meg belózol, meg mit tudom én. Aki nem jön, az nem kap VIP-t. Shell, talk, buy item. Ilyet akarjuk venni. Ez ilyen drága. Fogd, de drága ez, bazeg. Ja, hogy nem tudok többet venni. Mert 99 van nálam. Hát jól van. Na, itt nem nyerhetek. Shaded Woods helyett. Nem? Ide. Én amúgy tökre szeretem a Dark Lord-kárt, mint boss. Egyik kedvencem. De menjél már itt le. Csak azt nem tudom, például. A mai napig nem tudom, hogy hogyan kell rendesen kikerülni a dárkos portálos golyóját, és abba szerintem egy párszor bele fogok halni. Szóval Mr. Tank állatot ledobáljuk poison késekkel. Mindenki mást le lehet csapkodni kézzel is. De se staggerelni nem lehet, se backstabelni nem lehet, se megközelíteni nem lehet. Úgyhogy ez a paraszt, ez poisonbe fog belehalni. De ja, hallod, mozduljál már, te buzi! Azaz, dobd a dobd a izébe, semmibe. Istenem, passz meg. Á, kurva anyád. Á, kurva anyád. De ne azt dobáld! Oké, megvan. Olyan rengeteg sok mindent láttam most így most. Olyan sokat, hogy azt el nem tudom mondani, hogy milyen sok volt az, amit most láttam. Hogy mennyit láttam, arra nincsen megfelelő szó. Sem több szóból álló kifejezés. De hogy én vagyok a hülye. Ezt nem itt fönt kell csinálni, le kell szaladni. Van egy része, ahol nem jönnek utánam, és onnan kell őket megdobálni. És hívek egy professzort, hogy mondjan egyet. Egy. Pont ez a lényeg, hogy professzorok se tudnak mondani erre olyat, ami megfelelően körülírná. Tehát, hogy közelítő kifejezések léteznek. De azok mind alacsonyabb rendű
alacsonyabb rendűek is, és nincs akkora kifejező erejük, hogy teljesen átadhassák a jelentést. Na-na! Na-na! Megharagszom. Hallod? Ide soha nem jöttetek még be. De soha. Most mi az Isten van? Ha? Kajak bejössz ide? Beszarok. Mi történt? Valami történt. Én többször ide futottam már. És mindegyik visszament a vízeséshez. Én a konzisztencia. Aj, faszom már! Szeretnek az enemik. Igen. A mal? Ennyi, most úgy döntöttek, kibasznak veled élő adásban. Ezt pont jól mondod. Hát jó is, yes, yes. Lámpalázos, hogy hibázol? De az, hogy az abban hogyan hibáztam, hogy ugyanazt csináltam, mint eddig, és most nem működött? Akkor eddig is hibáztam, csak mégis jó volt. Neked meg a kurva szádat. Au. Hallod, állj már fel, te szerencsétlen. Akkor jöjjünk be ide. Hát tudod? Nem jön ide. Ott áll. Beléd baszok. Erre csak ide. Így ide szaladunk. Ja, hogyha ide jövök, már visszamész? Hát az de kár. Na, a tüzes barátodat leverjük. Ha egy iciri-picirit közelebb jön hozzánk, akkor jó lesz. Jel csak. Útko olyan jó ide jöttél. Aha. Elszaladunk, mert mindjárt jön a haverod. Hogy küldj a Forbidden szanokat, érted? Ebből a varázslatból összesen egyet lehet tartani magadnál. Igen, Bence. Bence jól mondja. Felejtsél el, te hülye! 1, 2, 3, 4. Négy dobók és megmérgezi. Büdös csaló paraszt. Aztán mindjárt foglalkozunk a barázsló barátoddal is. Úgy. Hogy takarodjál meghalni.
Most üsselek meg. Megütlek én. Nem, nem. Nem lőhetsz le. Nincs lelövés. Az hogy lőtt le onnan, vajon? Mindjárt válaszolok a DS2-ös geográfiai dolgokra. Mert általános tévhit, amit most írtál. Ez az. Na, most, hogy nem kergetnek. Egy kicsit jobban elolvasom. Azt mondja... Ugye No Man's Wharf a Head Tower of Flame alatt van, a víz alatt. Mert nem is ott van azért. És hogy a lávába süllyedt Iron Keep az égben leveg egy malom felett, mert nem ott van. Valóban lehetetlen, és nem is így van. A Majulán keresztül mész egy folyosón elősz helyet a Tower of Flame-be hátra nézel, és Majulán a hegyekben van. Ez, na, ez így van. A helyzet az, ha már szereted a lore-t, akkor ennek lore indokai vannak, hogy ez így van. Pillanat. Van egy nagyon érdekes kis cikk. Mindjárt belinkelem neked, hogyha tudsz angolul. Ha nem tudsz angolul, akkor elmondom a lényegét. De azért írakom. Azt mondja... Hogy hívják ezt? Iron Keep. Tessék. Igen. Igen, azt mondják, hogy minden olyan helyen, amikor nem a szabad ég alatt közlekedsz, hanem átmész valami alagúton, akkor sokkal nagyobb távolságokat teszel meg, mint amennyit te látsz, úgymond. Tehát, hogy amikor eljutsz Majulából a helyet overbe, így a karaktered azt se tudja, hogy jutott oda, kb. Az út felét elfelejtette. Ugyanez van a izénél, az Iron Keep-es dolognál, ugyanis még mielőtt átmész, vagy még mielőtt fölmész a lifttel, a boss harc úgy van, hogy bemész egy alagúton a boss harcba, meg kijössz egy alagúton a boss harcból. És itt, van ez a két alagút, amitől elvileg a hegy túloldalára mész át, és nem az van, hogy az égben van ami a fene, az Iron Keep, hanem hogy sokkal többet mentél előre, vagy a hegy gyomrában vagy át, mint hogy azt te érzékelnéd. És ezt alátámasztja a Dark Souls 2-nek a Collector's Edition-nek kiadott térképe, ugyanis nem egymásra van rajzolva az Iron Keep és az Earthen Peak, hanem a hegy két oldalára. Néha azt is elfelejti, hogyan kell inni. Na látod, ez tény. Csak tudod, sokan úgy vannak ezzel, hogy jaj, hát ez hülyeség, ez baromság, ez szar. Ugyanakkor teljesen elfogadják azt, hogy time is convoluted, ez egy tök elfogadott érv, de az, hogy a DS2-ben elfelejti a karakteret, hogy merre jár, az nem elfogadott érv. Szeretem, mikor az emberek konzisztensek, és nem mondanak ellent a saját logikájuknak. Az a kedvencem. Csak ez nem sokszor fordul elő így a világban. De a Dark Souls community-ben meg annál kevesebbszer fordul elő, hogy valaki nem mondjon ellen saját magának, és úgy fikázzon valamit. Kell nekem egy Flame Butterfly. Zsom. Ez hülyeség, ez baromság, ez szar. Köszönjük, Pisti.
Azt hogy dobtad? Azt hogy dobod mellé? Hallod? Háromszor mellé dobta! Mi a tetű? Akkor is megdoblak ám, nézd meg. Azért tehetséges a karakter, nem? Abszolút tehetség van benne. Ja. Komolyan blokkolta a dobok, és nem blokkolta, konkrétan mellé dobta háromszor a target locknak. Elfelejtette, hogy kell dobni. Az így van. Ne csak. Csináljunk egy ilyet. Add a new. Azt hiszem ez igaz? Tessék. Addig osztogatom, amíg el nem fogy. Egy pillanat, mire még beadunk egy pozitív pluszot. Mi? Nem tudok több izét adni? Na nem már. Várjál, adjú. 4-6-3. Nem engedi. Úgy tetszik, ha valaki moderátor meg editor, az nem lehet VIP. Na jó. Szerintem van itt még mit dobálni. Adjak oda is, de nem tudok, pont ezt mondom. Hogyha moderátor vagy, akkor nem lehet VIP. Nem engedi a kettőt. Mi ez a gyémánt? Egy olyan jelzés, amit rátehetek emberekre. Meg hossz. Kivéve, ha globál mód vagy. Egy pillanat. Itt az ilyen törzsvendégeknek kiosztogatom, ha már van. Neko Sen Pai. Várjál, te nem így írtál. Hogy írod ezt? Nekos. Ja, E betű nélkül vagy. Azért nem. Neko Sen Pai. Ugye? Igen. Vip. Save. Nézzük meg, Pisti. Várjál, plusz. Aha, a VIP-et nem lehet moderátornak adni. Na. Oké. Okay. Akkor most már nem kell a dobókés, elvileg. Hanem felcsalhatom ide a tűzmágust, mert a tűzmágus feljön ide. A másik nem. Oh. Gyere, na! Gyertek már! Gyere! Ez tök jó, hogy ezt magadra nyomtad, mert így én sokkal kevesebb az életed. Nézd meg, hogy elszalad. Ne szaladjál már el. Így csinálok, és nem tudsz elszaladni. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Úgy. Vajáz, jó. Pick up item, bonfire, aesthetic. Szeretem, hogy itt lehet aesthetic-et farmolni amúgy. Young and dead. Let us, but slowly. Oké. Akkor ez megvan. Akkor nem Drunk Lake-ből fogunk járni, hanem a Shaded Woods-ból. És akkor most a Drunk Lake Castle-ös részt megcsináljuk. Szépen Havelt lemérgezzük.
A többit meg leütjük. Úgy, ahogy kell. Ifjú élő halott. Nekrofil. De miért? Ez igen. Ez igen. És még élek. Azt a kurva. Azért az kemény, hogy négy ütésből hármat mellé ütöttem. Megöklözök mindenkit. De a nekrofil az a nekrofil, aki a hullákat dugja meg. Ha én vagyok a hulla, akkor én nem nekrofil vagyok. Bár szerintem arra nincsen szó jelenleg. Nem létezik olyan kifejezés, ami azt jelenti, hogy egy élő halott basz meg élőket. Tehát, hogy ez erre szerintem még nem adtak meg szótári kifejezést. Élő fil. Mi a faszom? Undedokrofília. Undedokrofília. Mi a fasz, fasz meg. Gyere ide, Havel. Kivette a dobókést. De most már mérgeződik. Van rá kifejezés? Na nem már! Szivat? Tényleg van? Hagyja békén, Havel! Valahogy úgy kéne csinálni, hogy... Micsoda? Micsoda? Ne szivassál be az meg, hogy ide be lehet ragadni! Azt a kurva élet! Fasz meg! Mondom, jó, nem baj, mert onnan fölmegyek. Aztán, nope, nem mész sehova. Bazd meg! Mi a faszom? Fine, young, undead. The master. Te meg nyisd már ki ezt, hogy a teleportod. Az a nagy helyzet Havellal, hogy nem igazán lehet, nem igazán van rá olyan hely, ahol jól ki lehetne kerülni, mert itt is itt sem igazán lehet. Esetleg azt lehet csinálni, hogy itt átugrok oda. Tehát, hogy így csinálok egy ilyet. Amikor már erre jön. És akkor megint van egy kis mozgásterem. Próbálkozzunk újra. Nézd a gecit, hát itt védekezik. Kurva! Áj, vesz meg! Szop ki a faszt, Havel! Na, ezért nem fogok erre jönni, amikor dáklőket akarok bántani. Pedig szeretnék neki menni a dáklőkernek, csak... Szerintem lehet, hogy több gondom lesz a dungeonökkel, mint a bosszal. Ha vett backstabelni nem vészes. Az a baj, hogy trekkel. Olyan szinten letrekkel, hogy nem tudok mögé futni. Még targetlockkal se, vagy targetlock nélkül se.
Ez ügyes volt megint. Nézd már be, ezek mindjárt megöletem magam. Jó, ez most biztos, hogy elég volt. Arra, hogy megmérgeződjön. Na csak azt akartam csinálni, hogy ha majd ide jön, akkor én ott oda át fogok ugrani. Jó. Nem! Baszd meg! A kurva jumpetekje, baszki! Faszom! De jó! És mi lenne, hogyha levenném ezt? És mondjuk megpróbálnám a Stone Ringet. Akkor mi lenne? Mert én úgy tudom, hogy habát meg lehet staggerelni. Ököllel is. Mert hát valahogy megcsináltam az ökölránt. Még annak idején. Fogy az effigim, majd farmolni kell belőle. Blup. Azt hiszem, hogy két ütésből meg lehet csinálni a... Mi a faszt? A staggert. Csak ehhez ugye az kell, hogy először ne kúrjon szájba. Vagy maximum egyszer kúrjon szájba. És akkor le lehet ide lökni őt amúgy. Nem akarsz ütni egyet véletlenül? Egész... Nyá! Egész véletlenül? Picsába. Egy. Oké, okay, de ezt most kivédte. Ezt is kivédte. Ez igen! Ez megint ügyes volt. Kösz. Köszi a támogatást. És most jön a bakstab. És nem bakstaboltál? Csak csodálkozom rajta. Ez a hülye barlang is, hogy sötét van. És... Istenem. Lehet, le kéne parizni. Csak az a baj, hogy nem tudok parizni. Picsába. Ez is úgy lenne, hogy két mérgezésbe belehalna. De nem bírom lemérgezni, mert meghalok. Fogynak a kések is. Akkor git good, hát az, az van, git good kell. May the dark. May the dark. May the dark. Shine your way. Young undead. Na mi a fasz? Aha. Aha. Aha, anyád. Ez bazd meg nevetséges egyébként. Hogy egyrészt, hogy ilyen gyorsan tud ütni ezzel a szar fegyverrel. Te meg... Mi lenne, megmérgeződnél? Ma pedig dobtam 5 kést. Úgy, nagyon helyes.
Egyébként nem akarsz itt jump attack-kal leugrani a vizébe? Ha ki a bazzeg majdnem kitalálta, hogy lizé levegőbe leüt. Az lett volna még a szép poén. Egy, kettő, három. De nézzek, lesztegerelődik a dobótörtől. Elképesztő. Én meg akarnám ütni. Na most egyébként még a végén megdöglik. Ha nem baszom el nagyon. Pusztusz! Ez így is megbaszott. Na. Erről van itt szó. Kérem állásson. Erről van itt szó. Az a Soulspear nem fájt olyan nagyon. Ez a csóka viszont kellőképpen fájhat. Jó. Futás. Nem! Ah, nem öhetsz meg. Az a baj, hogy iszik Estust is. Nem baj, én is tudok Estust inni. Meg live jam-eket törni, mindent is tudok. Gyere! Gyere csak! Na, támadj! Támadj! Futás! Még mielőtt leszázalékol. Ajjaj! Hallod? Mi a tetves fasz? Passz meg! Instant halálos, szurimuri pöci-pöci. Jó, hát akkor megint havelbá. Istenem. Megunta. Megunta, hogy megütögetem. És azt mondta, hogy inkább próbáld újra. Köszi. Köszönöm szépen, Dark Souls 2. Én így szeretlek. Minek nekem szex, amikor a Dark Souls megbasz minden nap? Minden nap többször is. Jó. Istenem, hogy hova dobálod? Béna szar, faszom. Karakter nem tud dobni. Ez igen. Meg is döglök mindjárt. Ez aztán! Ez igen! És meggyógyul, bazd meg. Nem hiszem, hogy van neki Estusa. Még a másiknak is volt. Ó, mindjárt jön. Mindjárt jön a seggembe. Ez, hogy becéloztam, és egy karakter elfordul oldalra inkább, és arra felé dob. Azt mondják, cukor az élet, csak szopni kell, nem? Ez az, na jó. Ó, srácok, meguntam. Úgyhogy elkezdek játszani azzal, amit megígértem, hogy játszok. És helyette Dark Souls 2-ztem. Úgyhogy mindjárt indítok egy új streamet.
ez meg kapja be a faszt. Majd valamikor megpróbáljuk legközelebb. Azt nem ígérem, hogy azonnal legközelebb. Mert a bullshithez egyre kevesebb kedvem van. De a zeni százalékrán az kész. Meg még a Twin Pursuerek is meghaltak. Úgyhogy valamikor a rendkedvéért azért Dark Lurkert be kéne fejezni. De, ja. Viszont aki marad, annak most egy olyan játék lesz, amit én még senkinél nem láttam. Aki nem marad, annak köszönjük, hogy itt volt. És aki YouTube-on követte ezt a sorozatot, az mondja meg, hogy béna voltam, vagy valamit, tök mindegy. Nyomjátok meg ezt is, és majd nézzetek meg az összes többi mindent is, amit csinálok. És akkor mindjárt jövök vissza a Degrees of Separation-nál. Addig is sziasztok!